2022-02-24. Megindul az orosz hadsereg és benyomul Ukrajnába. Milliók kényszerültek elhagyni otthonaikat. Kárpátaljára is rengeteg ember érkezett, volt, hogy egy szárruhában. Főként nők, gyermekek, idős emberek, akiknek segítség kellett. Segítők Kárpátalján. Nagyszőlős és a környék lakossága is szinte megduplázódott. Tele lett a város idegenekkel, segítségre szoruló emberekkel. Mire gondol ilyenkor az ember? Vagy egyáltalán mi az, ami benneteket mozgatott ebbe az időszakba? Igen, ez így volt. Ezrivel özöntek a menekültek, de a legnagyobb kérdés, ami ilyenkor felmerül az emberben, az, hogy hogyan fogok tudni ennyi embernek segíteni? Vagy miből? Vagy hogy? De szerencsénkre Nagyszőlősön gyakorlatilag a háború kiterése után második nap a helyi képviselőkből és vállalkozókból létrejött egy önkéntes csapat, és létrehoztak egy önkéntes stábot is, amit mai napra hivatalosan be is regisztrálták az állami szerveknél, és ez a stáb mind a mai napra működik, és segíti, ahogy a menekülteket, úgy a frontvonalban élőket, úgy a kárpátaljai katonákat is, akik kint vannak a fronton. És hát ebbe a stábba meghívást kaptam személy szerint, hogy működjek velük együtt, dolgozzak, segítsek, és ezt értelemszerűen el is vállaltam, mert hát valahogy úgy éreztem, hogy már van valami, amiben lehet kapaszkodni. Ide tartozok, tudni fogom a legfrissebb információkat, hogy ha valami van, akkor én itt vagyok, hallom, tudom, látom. Na, nekem valahogy ez így történt. A 2021-es év végén, amikor pályáztunk a 22-es év működésére, akkor mi még nem tudtuk, hogy háború lesz jövőre. És természetesen egy éves költségvetést abból kifolyólag adtuk be, vagy terveztük az előző évek tapasztalata szerint. És akkor, ahogy elkezdődött a háború, természetesen megnőtt az ingyen konyhának is a létszáma, mert mi addig is éppen napi 160-180 adag meleg ebédet osztottunk a rászorulóknak, a helyi rászorulóknak, de ahogy jöttek a menekültek, ez a létszám megnőtt 220 meg 240 főre. És azért elég hamar elfogytak az élelmiszer tartalékaink, meg az anyagi tartalékaink, és hát mi erre nem voltunk felkészülve. És gyakorlatilag ez volt nekünk a legnagyobb nehézség, hogy hogyan tovább, hogy lesz, miből fogunk működni. Nekem az adott erőt ehhez, hogy elsősorban minden este leültünk a családdal és imádkoztunk, és kértük a Jóistent, hogy hónapra adjon erőt és mutassa meg, hogy mi a feladatunk, hogyan tudunk segíteni, mit tudunk csinálni. És hát én nagyon sokszor gondolkoztam azon, van egy szentírási idézet, hogy tagadd meg önmagadat, vedd fel a keresztet, és kövess engem. És én sose tudtam, hogy Jézus mit akar tőlünk evel a mondatával, hogy tagadd meg önmagadat. Hogy lehet önmagadat megtagadni? És hát lehet mondani, hogy ennek a helyzetnek a következménye során én megértettem azt, hogy engem hívtak, vannak ismerőseim több európai országban, hívtak, hogy gyertek, ne kínlódjatok otthon, meg ki tudja, mi lesz a vége, meg fő a biztonság, meg ilyesmi, és hogy én ugyanúgy kimehettem volna első napokban a családommal, mentem volna vacsorázni, vagy pizzázni egy mozira, vagy csak nyugodtan lefeküdni este, behunni a szememet és aludni egyet, de hogy pont ebbe tagadtam én meg önmagamat, és hát felvettem azt a keresztet, ami itt volt nekem, ez a feladat, a tevékenység, a felelősség, a sok munka, a munkának a megszervezése, az anyagiak és a stb. És hogy hát igen, így tudtam követni az Úr Jézust.